Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és tegnap jóval olcsóbban lehetett kapni szarvas, gulyás húst, apró húst, mint marha húst, így nem is volt kérdés, hogy betárazok belőle, és ma ennek köszönhetően egy börzsönyi rántott palacsintát, vagy börzsönyi húsos palacsintát fogok készíteni. De ne sejtsenek e mögött ilyen sok száz éves régi börzsönyi receptet, egészen biztos, hogy vendéglátós agy találta ki, vagy kreált ezt az ételt, ez a technológián tökéletesen látszik. Én magam olyan 30 éve ismerem, vélhetőleg olyan 60-70 éves receptről lehet szó. Az elkészítése nagyon egyszerű, magát a vad apró húst, itt szándékosan mondom, hogy vad apró húst, mert szarvas helyett készülhet őzzel, vagy szarvas, vaddisznóval is. Nos, ezt fölkockázom, ha csontos, akkor csontosan darabolom föl, és épp úgy, mint egy pörkölthöz előkészítem, azután pedig egy zöldséges alapon megpárolom. Ezután ledarálom, palacsintákba töltöm, bepanírozom, kirántom, és a mártását vörösborral kiforralom, átpasszírozom, és ezzel öntöm körül a palacsintákat. Ha egy darabban kínálom, akkor meleg előétel, ha két darab palacsintát kínálok, akkor főételként szolgál. És ha főétel, akkor menüben én azt javaslom, hogy készítsünk elé mondjuk egy magyaros zöldséglevest, de épp hogy tökéletes egyébként, mondjuk ha egy vadas menüt kreálok, akkor egy vad erőlevessel, akár a csontokból főzött vad erőlevessel, sok zöldséggel és tésztával. De akkor nézzük a palacsintát. Vásároltam tehát 70 deka ilyen szarvas gulyás húst, és az igazat megvalva ez már tökéletesen elő is van készítve. Azt nézegettem, hogy valahol föl kell, de még darabolni, de nem, úgyhogy ezzel nagy teendő nincsen. Maga az előkészület még annyi, hogy gyorsan félkarikákra vágok egy közepes nagyságú vöröshagymát, vagy csak fölszeletelem, tehát itt most nem kell annyira a forma miatt izgulni. Ugyancsak karikákra, vagy félkarikákra, ugye ahol vastagabb félkarikákra vágok egy petrezselyem gyökeret, és ugyanezt teszem egy sárgarépával is. Az ételt lehet főzni zsírral, vagy olajjal is. Én most zsírral főzni, de az igazat megvalva hibáztam, elfogyott, és nem vettem észre. Úgyhogy most olajjal készítem, nevezetesen kap 4 evőkanál olajat, mondjuk ez így 3-4, amúgy pedig kapna mondjuk egy ilyen jó fakanányi zsírt. Ezt egy nagyon kicsit fölforrósítom, és a húst beledobom, körbe kérgezem. Ez itt tehát 70 deka szarvas hús, azt nem tudom az elején pontosan mondtam-e. Ha csontos húst használnék, akkor körülbelül dupla ennyi kell hozzá. Amikor a hús körös körül egy kicsit megpirult, hozzáadom az előkészített zöldségeket, tehát a hagymát, répát, gyökeret. A zöldséget jól megpirítom, de már a fűszereket is hozzáadom, hisz ezeknek is jót tesz, ha egy kicsit pirulnak. Tehát kap 2 babérlevelet, összességében egy pupozott evőkanálnyi rozmaringot, bazsalikomot és kakukkhüvet, amit így a tenyeremben elmorzsolok, így adom hozzá, természetesen mozsárban is egy kicsit össze lehet törni előtte, ha valaki úgy szeretné. Kap egy olyan jó késhegynyi, csapott mokkáskanálnyi őrölt fekete borsot. Hozzáadok 2 kupozott evőkanál kristálycukrot, és tulajdonképpen addig pirítom tovább, amíg a cukor karamellizálódni nem kezd, tehát láthatóan karamellizálódni nem kezd. Amikor a cukor karamellizálódik, hozzáadok egy pupozott evőkanál sűrített paradicsomot, rövid ideig együtt pirítom tovább, 1-2 percig tovább pirítjuk, de mielőtt megéghetne, 3 evőkanál lisztet hozzáadunk, jól elkeverjük, ez szolgál ugye majd sűrítésképpen nekünk. A lisztet nagyjából 2 percig szintén kicsit megpirítjuk, közben már
Hozzáadunk egy pupozott kis kanál sót. Remek. És fölöntjük másfél liter vízzel. Először csak egy keveset adtam hozzá, és szép szakaszosan öntöm rá a többit, tehát ahogy lehet látni, ez most simára sikerült kikeverni. Most mehet is hozzá a többi folyadék, így. Az eredeti receptben még nem szerepelhetett, az új keletűekben már benne van, én magam mindig így készítem. Kap 3 evőkanál sötét szójaszósz, most legalább letesztelem, Marton Lajos barátomtól kaptam egy spécit, mindjárt megnézzük, hogy milyen, hogy üzemel, tehát 3 evőkanál. Igen, ez nagyon finom, kicsit sósabb és kevésbé édes, mint amit én eddig használtam, viszont sokkal több szója van benne, és amit én eddig használtam, az bizony zömében cukorszirup, úgyhogy azt majd kerülni fogom. Na, a lényeg, kap még 3 evőkanál Worcester vagy Worcester sauce, kinek hogy tetszik. Kislángra állítom, lefedem, puhára párolom, ez másfél óránál azért nem szokott többet igénybe venni. Az alatt sütök a hagyományos módon palacsintát. Aki eddig még nem sütött palacsintát, annak azt javaslom, hogy nézze meg az erről szóló videót. Természetesen menet közben elmosogatok, és akkor azután találkozunk. Még jó, hogy visszanéztem az eddigeket, egy nagyon fontos fűszer majd, hogy nem kimaradt belőle. Ha már vad, akkor néhány szem boróka bogyó. Eltelt másfél óra, megpuhult a hús, kivettem, és most félreteszem, hogy kihűljön, hogy azután le tudjam darálni. És már is szűröm, illetve passzírozom át a mártását. Következő lépés tehát a hús hűl, a mártást átpasszírozom spic szűrőn. Ez a sok finom zöldség még itt ízesíti, sűríti nekem. Remélem lehet látni, a szűrőben alig van valami kis zöldség maradék, tehát mindent, amit lehet, átpasszíroztam. Az átpasszírozott mártás alapot tűzre teszem, kap 1 deciliter száraz vörösbort, ez most éppen egy Cabernet Sauvignon, ami itthon van nekem. Kap egy csipet sót, szamóca lekvárt, ez lehet erdélyi gyümölcs lekvár is, vagy áfonya lekvár is. Így fogom forralni néhány percig, félreteszem, és a mártás kész is van, nézzük a palacsintát. A húst ledarálom, és a végét majd egy szelet kenyérrel nyomom ki a darálóból, hogy semennyi se maradjon benne. A darált húst egy kevés mártással ízesítem, és összeforgatom, nem utolsó sorban azért, hogy krémesebb, szaftosabb legyen. Egy nagyon picit utána sózok, lehel egynyit utána borsozok, így. Kiterítettem 8 darab palacsintát, a tölteléket egy ilyen vastagabb csíkban elosztottam rajta. Most azt csinálom, hogy a palacsinták két oldalát ráhajtom, és azután feltekerem, begöngyölöm. Végig ügyelek rá, hogy itt ne nyíljon ki a végénél. Így. Az így előkészített palacsintákat a hagyományos módon lisztben, felvert tojásban és azután zsemlemorzsában megforgatva bundázom. Most még aktuálisan úgy hozta a kedvem, hogy a zsemlemorzsához kevertem egy kevés szezámmagot is, de ez nem része az alapreceptnek. Úgy érzem, hogy a mártás szinte tökéletes, de talán egy picit híg. Ezért egy kis kanál lisztet egy kevés hideg vízzel simára kevertem, teszek hozzá a forró mártás alapból, ugye ez a hőkiegyenlítés,
kikeverem, hozzáöntöm, 2-3 percig forralom, és így lesz nekem tökéletes. Még egyszer utoljára utána kóstolok, és gyakorlatilag ennyi. És föltettem olajat, bő olajat, hát ez olyan 2 ujjnyi, és ebben a palacsintákat oldalanként egy olyan 2 percig, 1,5 percig kell sütni, összesen mondjuk egy ilyen 5-6 perc, nem hiszem, hogy több kellene neki, nem túl erős lángon, hogy jól átforrósodjon. Ezután, amikor kész, konyhai papírtörlővel bélelt tepsire szedem, lecsöpögtetem, és következhet a tálalás. Tányérra öntöttem ebből a parádés ízű mártásból, a többit a mártásos csészében külön tálalom fel hozzá. Most tányérra teszek egy palacsintát, egyet ketté vágtam, így fogom ráállítani, és bár nem tartozik szorosan a börzsöny faunájához, a narancs, a kiwi és a szőlő, de most éppen nem találtam más gyümölcsöt, amivel díszíthetném. A lényeg, hogy valamiféle friss gyümölccsel ékesítsük, és ebben a pillanatban kész is nekem a börzsönyi rántott palacsinta, vagy börzsönyi vadhúsos palacsinta. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomjon rá egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 470 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!